van? Egyre érzéketlenebb a közönség. Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a hashtag Bocskor. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ők legalább támogatják tenyerük összeütésével a mai show sikerét. És hát kívánom a vendégeknek, és köszönöm, hogy eljöttek. Itt van ma este Ábel Anita. Szia Anita! Tornóczki Anita! Rég volt nálunk, újra eljött, és majdnem nem jött. Berki Krisztián! És ma először, nem mint hogyha először látnálak ma, de örülök, hogy itt vagy, Lovász Laci! Szegény, nem hagyod aludni. Igen, igen, igen. Nem is tudom, hogy ki akarta, hogy jöjjön. Te. Én voltam? Igen. Beszélgettünk egyébként a Lacival, és mondta, hogy fáradt. Tehát én felajánlom, hogyha nagyon fáradt, én megyek hozzád a rádióba is. Erre mit adjak? Semmit. Vagy... Ne, Krisztián! Köszönöm. Hát azért viccnek erős volt. Na, de tényleg örülök. Laci, Isten hozott egy olyan talkshowban, amely nem kapott díjat, mint a tiéd, és ezért egyébként gratulálunk neked, mert tényleg talkshow kategóriában televíziós díjat nyert a Laci. Ugyanebben a ruhában voltál, nem? Nem, egyébként nem. De nézd, a Krisztián ugyanúgy ül, ahogy én szoktam a lakás talkshowban, amivel szétcsehetsz engem, hogy kényelmesen ülök. Igen, a Krisztián vendég, te meg ott egy ilyen vendéglátó, aki próbálja a lazaságot a saját pózával előcsalogatni a vendégeiből. Igen, szerintem is, mert díjam van. Mert ilyen decensen ül itt mindig. Anita, ezt ma nem kezdjük el. Miért? Hát ezt, amit elkezdesz mindig, azt ma nem kezdjük el. Ne haragudj, mikor legutóbb voltam, visszanézted, hogy viselkedtél? Igen. Borzalmas voltál. Már-már szégyeltem magam. Igen. Már-már. Nem tudod, mert hiányzik belőled ez a tulajdonság, hogy önkritikát gyakorolj. Annyira közel volt, tehát a szégyen érzed annyira közel volt, de nem ismertem, és így elengedtem. Nem, igen, nem tudod, mi ez az új impulzus, amiért. Így van. Van olyan, az a szekunder szégyenünk, a néző szégyeli magát helyetted. Igen, és ezt rábízom a nézőkre most is. Ha lehet. Szóval, Krisztián, köszönöm, hogy egy szál ingben és egy mellényben vagy, mert a Krisztián, nem tudom, hogy tudjátok-e, a Krisztián nekem adta a Jackie-ét. És... Milyen nagy vonalú. Igen, mert annyira tetszett a Jackie, ezt most nem láthatjátok. Mennyi volt azért, hogy tudja. Nem igaz, egyszer mondta el, de tényleg egy úriember. Én mondtam, hogy Krisztián, ma te leszel a főhősöm, mert kérdeztem, hogy Krisztián, hogy tudja ez a Jackie hozzám kell, és azt mondja, hogy a tiéd. Ilyen egyszerű? Meg lehet venni egy Jackie-vel? Hát tulajdonképpen igen. Bármi más te is áruba bocsáthatsz. Jó, szóval licitáljunk. Nem, Krisztián, egyébként nagyon köszi. Kezdjük el a témákat, szerintem. Egyből Krisztiánnal nyitunk, mert volt egy bunda egy, és most jön egy bunda kettő, ha benne vagy. És most már nem a fociról beszélünk. Sose bundáztam, de akkor a focival kezdjünk. 11 darab NB1-es meccsen van összesen. Nem tudom, sok vagy kevés. De a lényeg az, hogy 11, és abból 9-szer megkerestek, hogy adjam el a meccset. Ezt nem mondod komolyan. De. Az volt az első bunda élményed? Nem. Mert közben a csapatot már korábban megkeresték, amikor én kispados voltam. Na, de a kapus azért az egy olyan célpont, akit érdemes megkeresni ezzel. Mesélj már egy ilyen szituról, hogy ez hogy néz ki, téged felhívnak, találkozunk egy titkos helyen, és... Mi van? Anita mondta, hogy addig ledől, mert nem annyira érdekli a foci, és én bartere vagyok. Mi? Ez nem foci. Ez vagyunk egyetől fáradt, engem meg nem érdekel. Ez nem futball, Anita, ez korrupció. Tényleg, ahogy a Krisztián védett, én nem tudom, hogy hülye lettem volna pénzt adni azért, tehát ha ingyen is megcsinálja, hogy elveszti a meccset. Tényleg, odaül valaki, és mond egy összeget, vagy így mutogatja a borítékot. Nem találkoztam soha ezekkel az emberek. Ez telefonhíváson történt, hogy szeretnék megvásárolni a hétvégi mérkőzést, és mindenképpen rám is számítanának ebben a témakörben. Hiszen amióta van ez a sportfogadás... Összeg elhangzik ilyenkor? Én nem jutottam el addig a dologig, hiszen örültem, hogy végre van NB1-es mérkőzésem, és szerettem volna bizonyítani mindenkinek. Tehát nálam a pénz ebből a szempontból nem merült meg. Hát jól fizetett futballista voltam, nem volt rá szükség. Ó, igen. Beszéljünk most a másik bunda botrányról. Jó? Amikor... Tényleg, én nagyon bírom a Krisztiánt, mert tényleg néha úgy érzi, és a legjobb pillanatban, hogy szólnia kell az emberekhez, mert a Krisztián ugye megszólítja az embereket, méghozzá felhívja a figyelmet a természetek és az állatok védelmére. Teszi mindezt bundában. Nézzük meg, hogy nézett ki Krisztián, és elmondom, hogy mit fűzött ő hozzá.
Amikor megesztek egy almát, akkor az alma csumáját kérlek ne dobjátok a szemetesbe, hanem egy fa vagy park területén nyugodt lelkiismerettel hajítsátok el, hiszen most ősszel hidegebb időben a rovarok és madarak elfogyasztják. Ha pedig nem, mert a berki csumája egyszerűen visszabomlik a földbe, ahova egyszer mi kerülünk te is, én is, amikor lejárt az idő. Múltkor, ez sehol nincs ahhoz képest, amit te most adtál viszont az emberiségnek. Viszont azt gondolom, hogy azt a filmet is nekünk kéne reklámoznunk. De igen, ez így teljesen... Jó, Krisztián, látsz ebbe bármi kivetni valót, vagy hibát? Majd elmondom, mit látok. Hibát? De egyébként a harapásod tényleg fel, de azt meg kéne nézni. Igen, az az. Krisztián, vald be, hogy ez trollkodás. Tehát odaülni ebben a szoboly, vagy milyen bundában, vagy ez préri farkas volt, ugye? Ez egy teljesen más állat. Ez egy harmadik állat. A lényeg az, bocsi, hogy robogon ülök, és igazából eszem az almát, és pontosan tudom, hogy mindig ezt... Hitelesen az üzenetet és az outfitet együtt? Igen. Egyébként. Igen. Igen. Ó, tök jó. Igen. Rajtad kívül senki nyugodtan. Egyébként, de... Egyébként múltkor, amikor beszéltünk a bunda történetről, akkor például Bárdos is, Sanyi, és én is meggyőződtünk arról, hogy inkább természetes szörmét hordunk, mint műszört. És egyet mondjuk. Ugyanis az a cég, igen, Laci, igen, most... Figyelek, mi, nagyon figyelek, hogy hova jöttünk ki, hogy miért jobb az igazi szörme, mint a mű. Ezt most nem fogom még egyszer kifejteni, jó. De az a cég, amit miért? A Krisztián képviselt, jó, gyorsan elmondom és tömören, majd Krisztián kiegészíti, az a cég, az egy hosszú promóciós filmben bemutatta azt, hogy egyébként a műszörmék, azok milyen mikro műanyag részecskéket, ami egyébként nagyon gyorsan visszakerül a vízekbe, stb. Tehát gyakorlatilag több teknőst ölsz meg a tengerben, mint mondjuk cobolyt, amit egy farmon tenyésztenek. És egy bunda egyébként 20 évig, 30 évig is bunda, pontosan így van, és a műszörme meg nem. Tehát engem bevallom, meggyőzött. Ez a... Uh-huh. Abszolút. Igen. Hát azokat győzi meg, akik szeretnének bundát hordani, és szeretnének mögé bundát pakolni valami értelmezhető indokot. Én elfogadom azt, hogy bárki bármit felvehet, viszont törekedjünk arra, hogy olyan anyagokat ne vegyünk fel, ami mondjuk nem bomlik vissza. Én viszont erre kérnek mindenkit. Most ezen szőr a... Igazi szőr. Igazi az szőr. Is igazi szőr? Az milyen állat? Nem tudod. Szóljátok. Nerc. Nem. Róka. Nem veszek fel. Festve. Róka festve. Majdnem pingvint mondtam. Macska. Pingvint. Nem kérdeztem meg, de mindjárt megkérdezem nektek. Jó, nem, mindegy. Jó, hát okay. Nem fogunk találgatni. Anita, ha nálad lenne most egy ilyen Neolux festékszpré, egy flakon, akkor lefújnád a Krisztiánt? Mi alapvetően nem vagyok radikális, meg ilyen szempontból szabálykövető vagyok. Édesanyámnak van egy darab igazi szőr kabátja, ha ő azt fölveszi, én nem megyek vele el. Tehát, hogyha... De komolyan? Nem, tehát voltam, hogy együtt mentünk vacsorázni. Egy van neki, és az valószínűleg 20 éve megvan. Igen, és ez pont 20 dolog. Éve van meg. Elindultunk vacsorázni, fölvette, és mondtam, hogy vagy átveszi, vagy nem megyek vele sehova. Tehát ez viszont az én választásom, tehát az mi ő választása, egyébként? Hogy levette a kabátot, és felvette egy szövetkabátot. Hiszen van szövetkabátja is, de ha csak szörmé lenne, ugye? Igen, csak a gyapjúhoz nem kell, hogy meghajjon állat, és pont ugyanolyan meleg. Ebben igazad van, de régen is volt róka, régen is volt írha, és minden más. Én is ezt mondtam régen, akkor. Igen. Tehát, hogy egy életre elég egy ilyen bunda, akkor elég egyszer megölni ezeket van, az állatokat, és akkor tulajdonképpen az emberiség végezetén egy bunda mindenkinek jó, csak örökölni kell. Gyerekek! Az is jó, mert át is alakíthatod. Tehát, hogy veszel egy hosszút, az mind, ahogy korosodsz, vagy nem tudom, egyre rövidebb lesz, és akkor végén már lesz egy ilyen bolero. Nem az volt a baj, hogy bundát vettél, hanem hogy szerintem a te tőled teljesen idegen volt. A szörme? Igen. Tehát, hogy kettő, az az ember kettő volt. Éve is, kettő éve is szörmében voltam. A nem tudom. Tíz éve is szörmében voltam. Hát szerintem, és egy atlétatrikóval fölvetett, de nyilván az az atlétatrikó annyi, mint egy kis afrikai állam éves GDP-je, az az atlétatrikó is. Szerintem az, baj, szerintem az a baj egyébként, hogy mindenki megakad valamint. Tehát kettő éve, ahol mondjuk voltunk gálán, szörme mellett hirdetett például, hogy fel a szőrrel, aztán most le a szőrrel. Én azt mondom, hogy amíg... Az a testszőr, az más. Amíg mondjuk a hulladékot sem tudjuk szelektíven kiválogatni, és nem vigyázunk a saját természetünkre, addig teljesen fölöslegesen beszélgetünk bármiről. A természetvédelem embere, Berki Krisztián, itt van közöttünk. Krisztián... Én például nekem 40 éves koromig kellett eljutni oda, és meg kellett tanulnom, hiszen nem tanították meg az iskolában, hogy hogyan tudjuk védeni a környezetünket, és én ezt véghez fogom vinni, én biztos, hogy tanyasi ember leszek, önellátó leszek, és meg fogom csinálni. Lehet, hogy furcsán hangzik,
de számomra ez a jövő. Tényleg a természetember, hogy azon gondolom, elképzeltem egy ilyen tévéreklámot veled, hogy fogsz egy ilyen farkast, hogy annyi támadás érné másik farkasoktól ezt a farkast, úgyhogy inkább én most megölöm. De Krisztián, itt ülsz a motorodon, amikor eldugtad a csumádat, ahogy mondod, akkor te nyilván adtál egy kövérgázt, és a te csumádat csipegető verebek kaptak még egy ilyen felhőt. Hát ha a verebek kapták, nem pedig a mögötte ülő kis zöld Suzuki, érted? Nekem pattant az alma csutkád egyébként a szélvédőmről a Margit hídnál az útkor, enyém? És gondolkodtam, hogy utánad megyek, amikor átmész a piroson, csak én nem akartam. Az enyém? Ja. Az én alma csutkámat te kocsidon? Szélvédőn. Az furcsa lenne. De lemostam. Az furcsa lenne. Úgyhogy ott van, a Margit hídnál madaraknak mondom esetleg, hogyha néznek, akkor ott van kaja. Ez igaz, hogy a Berti Krisztián megdobott. Bármit mondottál, Laci, csak az, hogy egy robogóról nem tudok 5 méterre eldobni egy almacsutkát, miközben kidobtam a félpályig a nagylabdát. Mert nem arra gondoltál, hanem hogy most visszaadod hát, a természetnek. Hát ha látom a teret, hát nem. Margit hídon visszaadja a természetnek? Ne haragudj, hát most ha valaki, minden az egész olyan szürreális, ő maga is, a kép is. Én nem így érzem. Most olyan dologról beszélünk, hogy... Nagyon jól néz ki, és védjük a környezetünket és a természetet. Ennyi. És ezzel egyébként... Én most nagyon a Krisztiánnal vagyok. Hát nyilván ne jött 1000 dolláros kabátot kapnál. Én is vele lennék jóban, rosszban. Gyerekek, én most tök komolyan mondom. Persze, igen. Jó, ti nem látjátok azt, hogy a Krisztián jó irányba megy? Aki ismeri egy kicsit őt, és nem ezt a szerepléstől túlfűtött Berkit látja, azért ő tudják az emberek, hogy milyenek. Én emlékszem, amikor Ázsiából jöttél haza, és az nagyon nagy hatással volt rád az a műsor ott, és utána jöttél akkor még volt műsorom, és az előző kedveseddel, és teljesen... Tehát, hogy olyan hatással meséltél arról, hogy te mit láttál, és hogy te hogyan, máshogy nézed most már az életed ettől. Alapvetően egyetlen dolgot lehet látni Ázsiában, ami itt Európában nincs, és nagyon sajnálom, és nektek szól nőknek, hogy tisztelik a férfiakat. És ezt halálkomolyan mondom. Olyan mértékben tisztelik a nők a férfiakat, amit nem láttam Európában. Igen. És nagyon jó lenne visszatérni oda, hogy a nő nő akarjon lenni, a férfi pedig férfi párkapcsolatban. És ez érdekes módon Ázsiában valószínűleg leginkább? Nem, Ázsiában látszódott a leginkább. De ez nem egy alárendelt szerepből fakadó tisztelet? Nem. Hát de miért hiányzik egy férfinek a tiszteletet? Lassan, Anita, nem tudom, látjátok azt a füstöt, ami a hátsó részben jön, tehát hogy egyszer csak lángra lobban. Nem, én azon gondolkodom, hogy alapvetően, tehát egyszer jöttünk az a vidékről a Krisztiánnal, én vezettem, és fölhoztam, és beszélgettünk, és nagyon sok minden kiderült az ő lelkéről, úgy, ahogy mondjátok, hogy alapvetően egy érzékeny fiú. És nem értem, hogy miért van szüksége az embereknek ahhoz, hogy meg tudja szólítani az embereket social media felületeken vagy bárhol. Miért van szükség ahhoz, hogy ne az érzékeny jófejbe Krisztiánt lássuk, hanem a parasztot? Mert nem működik. Mert tudod, mert te azért nem tudsz pénzt szerezni az állatmenhelyednek, mert fancy vagy, meg kedves, meg PC, meg me too. Ha valami... Én mindent a cél érdekében teszek. Miért nem segítesz az Anitának? Igen, mellé állnál, parasztkodnál, ő meg szedné a pénzt akarnál. Azt a bundát nyilvánosan elégetnéd, és utána... Árverésre bocsájtanád, vagy tök mindegy, mert nyilván vannak olyan emberek, akik még hordanak ilyen dolgokat, és abban segítenél az Anitának, például ez egy jó ügy lenne. Nagyon jó. Ugye nincsen mi túl, ezt felejtsük el, de... Van elfogadás. Hogyha az Anita elfogadja, hogy én szörmébe kampányolok mellette, csak most mondtam valamit a cél érdekében, akkor én megteszem. És hozok neki több millió forintot a kutyáknak. Anita, te elfogadnál az ő parasztkodását, ahol te fogalmaztál a cél érdekében? Hiszen a cél az a kutya, nem ő, és nem az ő lelke. Nyilván a cél szentesíti az eszközt, tehát hogy alapvetően az állatok érdekében... De ő farkasbundában kampányolhat a kutyák mellett? Hát amennyiben az emberek szerint ez hiteles, és arra adnak pénzt, akkor... Várj, az emberek szerint miért nem hiteles? Mert nem is tudják, miről beszélnek. Én azt mondom, és azt hirdetem, hogy természetes. Természetesség, és vissza a természet, és ez visszabomlik. Akkor csak nem te lőtted le, és nem te csináltad meg utána a bundát. Az természetes, hogy kimész egy nyillal vadászni. Nem tudom megcsinálni. Képzeld el, hogy szóltam az apósomnak, aki a vadnyulat elkapta, megnyúzta, hogy vigyen el, mert szeretném megtanulni. Jelenleg tordasra járok,
csirkéket próbálok. Azon gyakorolsz? Azon, nem csak szerintem, például mondjuk család fenntartó vagy, és én szeretnék egy tanyát, akkor nem azt szeretném, hogy az embereim vágják le a csirkét, hanem le tudjam vágni a csirkét. Meg tudjam mondjuk pucolni a nyulat, és fent tudjam tartani a családomat önfenntartóként. Ez viszont nekem is meg kell tanulnom, ezért járok tornásra. Tehát még egyszer, az Anitának segítek szívesen, ha vállalja és félreteszi a szörmét. Szörmébe segítek. Jó, na ez szép, tehát akkor anyukáddal nem mentél sehova, mikor ő szörmében volt, Krisztiánnal elmennél arra a rendezvényre, hát, amit... Nyilván ez egy kommunikációs stratégia kérdése, hogy hogyan lehet ezt úgy kommunikálni, hogy mindenki jól értse. De kell úgy kommunikálni? Értse. Az embereknek kell nyitottnak lenni és elfogadónak. Nem kommunikálni kell, nem kell megmagyarázni semmit. Az a helyzet, hogy vannak trendek, tehát én is ezt a múltkori műsorban is elmondtam, hogy az én anyukám vagy nagymamámnak volt szörnyeből, nem volt cikiből, ma ciki, mert a trend ezt mondja. De ha segíteni szeretnénk az állatoknak, akkor azokat az embereket szólítod meg, akik érzékenyek az állatok felé. Akik érzékenyek az állatok három felé. Három darab kutyám van, Anita. Értem. A kutya az kutya. Nem, de az nem azt jelenti, hogy ugyanazt az elvet vallod, mint azok az emberek, akik egyébként állatvédőnek mondják magukat. Nem vallom azt, hogy mondjuk a disznó háziállat legyen tény, ez egyértelmű. Nem vallom azt. Tehát, igen, mint sokan, vagy a liguán, vagy a leguán. Alapvetően nagyon sokan, akik nyitottak az állatok felé, azok elítélik a szörme hordását. Ezért kell, ha őket akarod megszólítani, mert pedig őket akarod megszólítani, akkor ezért kell valami fajta stratégiát. Nem is élhetünk el semmit, én meg azt mondom. Tehát mikor tényleg... De nem tudod az emberek gondolkodását megváltoztatni, azért, akkor, mert te akkor ma miért azt van mondod... érzékenyítés, miért van elfogadás, miközben őszintesség kellene, hitelesség, meg... önazonosság. Jó, én értem Anitát egyébként, hogy azt mondja... Az önazonosság az oké. Tehát az önazonosság az oké. Te azt veszel föl, amit akarsz. Én azt mondom, hogy azokat az embereket, akik állatokat mentenek, akik szeretik az állatokat, nem tudod megszólítani, csak egy bizonyos stratégia mentén, ha te szörmében vagy. Ezek az emberek nem tudják a valós problémát szerintem. És nem, lehet, nem ismérik fel. De ahhoz akkor tehát el kellene magyarázni. Én azt látom, ebből nem lesz egy bimbódzó kapcsolat. Nem. Ez egy konstruktív vita, csak azt gondolom, hogy ezt nem a műsor keretén belül kell. De nyugodtan. De hogy kérdezzek a Krisztiát, hogy az nem lehet, hogy én értem meg, aki tényleg ismer és tudja, hogy te mit akarsz átadni, hogy túl rossz volt az antré, amikor berobbantál ebbe az egész médiavilágba, és nagyon sok polgárpukkasztó dolgot csináltál, hogy már az emberek abban is, amikor te jót akarsz, vagy valamire fel akarod hívni a figyelmet, vagy üzenni akarsz, már abban is a rosszat látják. Az a baj, Anita, hogy szerintem ezzel ti is találkoztok. Tehát, hogy én úgy kezdtem el, és úgy indultam, minden oldalról támadásokat kapok, de szerintem mindannyian sokkal több támadást kapunk, mint mondjuk pozitív dolgot. Én azt szoktam, hogy a magyar ember ott tart, hogy támadásban hallgatja a himnuszt. Ez a baj. És amíg ezen nem változtatnak emberek, addig ez nem is fog megváltozni. Engem nem zavar, hogy mindenki utál, vagy mondjuk mindenki támadásnak nézi ezt az egészet, mert az elmúlt 10 év azt mutatja, hogy bármit, amit elkezdtem, azt végül is arra tudtam fordítani, amire szerettem volna. Ezt is arra fogom fordítani. Meg lesz a tanyám, meg lesznek az állatok, és önellátó leszek. Jó, én is ezt akarom, nehogy aztán tanyaszom szépen. A Jackie, hadd menjek akkor, amikor még nem a tanyán vagy. Ezt majd előbb szeretném átvenni. De most nincs gumicsizmám. Mit? Nincs gumicsizmám. Hát, tehát azért... Nekem van. Van, adsz neki. Öltöztek már fel ezt a jó embert. Egy Jackie egy gumicsizma rendel. Jó. Beszéljünk valami másról. Nagyon sokszor olvasunk olyat, hogy milyen nehéz körülmények közül jött fel egy sztár, és aztán, hogy ez micsoda teljesítmény az az év, amit bejárt a szegénységtől egészen a csillogásig. És Horváth Tamás kirakott egy posztot arról, hogy ő hol nőtt fel, lehet látni azt a házat, hogy milyen szörnyű épületben kellett tölteni a gyerekkorát, és aztán egyszer csak jött egy fordulat. Erről beszélünk majd a reklám után, hogy egyrészt mi az a fordulat, másrészt, hogy miért van az, hogy jobban elismerjük, jobban együtt érzünk azzal a sztárral, aki egy olyan múltat mond el magáról, hogy bizony nagyon sanyarú körülmények között indult el, de most ott van a nagy színpadon. Hogy ez kell-e egyáltalán, ez a sanyarú sors ahhoz, hogy hiteles sztár legyél? Jöjjünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. És már folytatjuk is a hashtag Bocskort Ábel Anitával, Tónocki Anitával, Berki Krisztiánnal és Lovász Lacival. Na,
Ez túl sokáig tart ez a taps, és amíg nincs... De ez olyan szörnyű, hogy elvágod. Igen, amíg nincs élő közönségünk, addig kénytelen vagyok én megmutatni, hogy ki mennyire jó. Itt van a csodás élő közönség. Ez nagyon rossz, hogy a te kezedben van ez az... Ez igen, de más is megpróbálta már, és borzalmas volt. Egyszerűen Kabát Peti kezelte. Hát de jó, hát de... Minden. Jó, hát de... Hát de. De nem, tényleg nagyon rendes, hogy magadnak is szoktál adni nevetést. Én szoktam magamnak is adni nevetést, igen. De... Akkor is a Peti is azt csinálta, ahányszor valamit mondott, mindig megmondta, megnyomta. Bocs, ezt a lovásznak jó, akartam. Igen. Kis Péter. Megvárhattad volna. Na. Az első nevetés a műsorban. Ah, ja, nem. De ne mondjatok akkor jót, ha két kezem foglalt. Jó? Tehát, hogy... jó. Tehát ez mindig nézzétek, hogy ez szabad, és akkor... Anita... Anita milyen undorral fordult el? Nem, Anitának rossz a személy, és ő, ahogy nézem, végig úgy látta, hogy fogod. Na, szóval... Na. Milyen érdekes, amikor egy sztárnak úgy olvassuk a történetét, az életrajzát esetleg, és kiderül, hogy honnan jött, és iszonyatosan felemelő szerintem az, amikor kiderült, hogy az az illető, az nehéz körülmények között élt, alig volt pénzük, nélkülözött, és aztán egyszer csak a tehetsége az felvitte a világ nagy színpadára, vagy az országunk nagy színpadára, és akkor valamire vitte. És itt van ugye Horváth Tamás, ez a nagyon kedves énekes, ő kirakott egy posztot arról, hogy ő hol nőtt fel, és az milyen erős kontrasztban áll most például, hogy ott a Dancing with the Stars-ban, ugye flitteres zakókban, ilyen pörgőrugásokkal teríti le a zsűrit. Nem? Tehát ez, és itt van maga az épület, és ő erre azt írta, hogy levegőt veszek. A hosszú? Hosszú? Nem, hanem megható. Ja. Másnak csak rozog a ház, nekem a gyerekkor. Másnak ez szegénység, nekem a boldogságom. Másnak szégyen lenne, nekem büszke kezdet. Ahonnét jövök, sokat jelentett. Nehéz szóhoz jutni. Én nem értek vele egyet. Melyik részére? Ahogy olvasta, mert nem. Azzal érzem. Nem. Például ő, hogy ezt megmutatta, ez nagyon szimpatikus. Csak én az ő helyében azt mondtam volna, hogy én innen indultam és megcsináltam. Hittem magamban. Lehet, hogy bennem nem hittek, hiszen az édesapjával voltak ott vitái. De ez nagyjából erről szól. Nekem ez volt a gyerekkorom, sokat jelentett. Nekem ez az egy szó sokat jelentett, az igen, de ilyen egy-két évet laktak itt az apja szerint. Na de várjál, ezt akarom elmondani, hogy jön a kis Bibi, mert megjelent az apa, amikor meglátta ezt a posztot, és a következőt nyilatkozta a Blicknek. Ez a ház Tomi anyukájának édesapjáé volt, és a fiam összesen 3 hónapot lakott itt, miután elváltunk az édesanyjával. Az anyja és az öregapja forognának a sírjukban, ha tudnák, hogy Tomi miket hazudozik össze arról, milyen volt a gyerekkora. Anyukája Csilla halála előtt is megadtam neki mindent, de utána én neveltem egyedül évekig. Tanítottam, elindítottam a karrierjét, az én barátaim szponzorálták pénzzel, 15 évesen a feleségem lakásában lakott egyedül, és mi tartottuk el. Amikor Budapestre került, akkor mi szereztünk neki ott lakást, erre ez a hála. Én ebbe a helyzetbe lelkileg és fizikailag belebetegszem. Egyébként hozzászólt még az apa unokahúga is, azt mondja, ez a ház, ez az apa, ő egy ismert zenész egyébként, és azt mondja az unokahúg, hogy az a ház, az sosem nézett ki így, ahogy kiposztolta ezt Horváth Tomi, azt mondja, sosem nézett ki, amíg éltek benne, csodájára jártak az emberek, egy virágos kert volt az udvara is. Tehát, hogy ez ma néz ki így ez a ház. És akkor, amikor Tomi 3 hónapot töltött ott, akkor ez csodálatos... Tomi mit mond erre? Tehát ő megszólal? A Tomi... Hát ő erre... ezt mondta rá, ugye itt az egybe, hogy ez történt. Nekem az a furcsa, hogy egyrészt social media, hogyha elkezded arra használni, hogy töltögetett tartalommal, de olyan tartalommal, amit mondjuk először a családoddal kellett volna, hogy megosszál. Mm. Ugye? Tehát innen indul. Mondtam, a családod lát egy olyan tartalmat, amit lehet, hogy meg kellett volna, hogy beszélj vele, hiszen mindenki másképp emlékezhet, az én édesanyám is másképp emlékszik a gyerekkoromra, mint én saját magam. A másik pedig, hogy családon belül ők ennyire jobban lennének, hát ezért tényleg jár a taps, tehát ez szörnyű. Tehát tényleg azt hiszem, ez tragédia, hogy egyik sincs jobb a másikkal, erről beszélgetünk, és nem értem, hogy a Tominak mi volt a lényege ezzel a, ezzel a tartalommal. Mert ha az a lényeg, hogy én itt laktam, és ez lettem, aki most vagyok, akkor azt mondom, hogy igen, mert a rózsadombról nem jött még ki tehetség, hiszen azt szoktuk mondani, hogy van 2 tehetséges ember, és az egyik rosszabb körülmények közül indul, az mindig is tehetséges, vagy tovább viszi.
De nem értem, nem értem. Általában az akaraterő az sokkal többet jelent, mint a tehetség. Az egész családból származik, könyörgöm, és mindent megadtak neki, tehát hogy ez nem az van, hogy... De honnan, várj egy picit. De miért gondolod azt, hogy az apuka hazudik? Vagyis a Tomi hazudik. Nem miért tudjuk, gondolod? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Az, hogy zenés családba származik, azt tudjuk. De az, hogy egyiknek vagy másiknak miért áll érdekében, hogy hazudjon, mert valamelyik a kettő közül hazudik. De biztos, hogy hazudnak, vagy csak másképp emlékeznek. Csak hazudik. Másképp emlékeznek. Hát a Tomi azt gondolja, hogy az egész gyerekkorát ott töltött az apja, meg azt gondolja, hogy három hónapot. Ez nem megbocsátható, kinek mi volt ezzel a célja? Igen. Tehát apuka mi volt ezzel a célja? Tegyük fel, az apuka mond igazat, és tegyük fel, Tomi hamisítja a múltját azért, hogy most kérdezem, kedvelhetőbb legyen? Igen. Jobban elismerjük a tehetségét? De kell, hogy kedvelhetőbb legyen. Mindenki szereti szerintem a csávót. Te mondtad azt, Krisztián, hogy a rózsadombról nem származnak tehetségek és karrierek. Ez most itt valakinek nagyon rosszul esett. Lehet. Nem, de hogy sokkal jobb. Ugye én is futballoztam, ahol nem elég az, hogy lemész, hanem tehetség is kell hozzá, és én akkor azt tapasztaltam, és tapasztalatot mondom, hogy azok a srácok, akik szegényebb körülmények közül jöttek, és úgymond nem volt egy háttérbiztonságuk, egy háttérszigetük családilag, azok sokkal többre vitték, mert... De két különböző dolgot mondasz, mert attól, hogy valaki egy szegény családba születik, lehet, hogy egy olyan összetartó család, egy olyan háttér érzelmi biztonságot kapott, hogy mindent megtettek, hogy az vágyai teljesüljenek. Pont és lehet, mondtam, hogy valaki... A másikat én csak anyagira értettem. A na de érted, most gondolj, de ez egy sztereotípia, ne haragudj, ez egy rózsadom, ez egy általánosítás. Olyan mint hogy a futballista hülye, olyan általános. Jó, csak a Kovát Pedit ismerjük, de... Jönnének még ilyen ember! Krisztián se fölfelé húzza a statisztikát. Egyébként... Igen. Nem tudom, mit mondtál. Bocsánat, nem szólok bele, amíg meghajol. Szóval... hogy egy dolgot nem értek, ha még nincs is így, ahogy a Tomi mondja, miért kell apunak a Blikhez rohanni? Mert megbántotta a Tomi, de nem rohant azzal, a Blikhez, hogy sanyarú, rossz gyerekkorom volt, és az apa azt mondja, haló, hát én úgy neveltelek, támogattalak, vittelek, stb. Hát persze, hogy megbántolik, és azt mondja, hogy ezt helyre kell tenni, most már évek óta nem beszélek vele. De hadd kérdezzem azt meg tőletek, hogy meg kell-e, hogy járd a poklot ahhoz, hogy jó művész legyél? Nagyon sok művész ezt hiszi, tehát nekem vannak olyan színész ismerőseim, akik szeretik ezt, hogy meg kell halni, és borzasztóan kínlódni kell azért, hogy a színpadon kijöjjön belőle. Ezek a te barátaid, tudod? Hát igen, és... Ez az, bocsi! Nézd már, nyújtotta volna a kéget! Ezek a bőrcsek is. Tényleg nyitam itt az öltözőbe egy ilyen hádát, és akkor már üzőjön. Meg is érdemled azt a kabát, igen. Egyébként igen. Majd abban megyek hozzád, Anita. Nehogy leszedjék rólad a kutyák. Ja, ered, vagy a macska. Na, komolyan, most tényleg őszintén, tehát kell-e még egyszer ahhoz valamilyen nagyon-nagyon kemény múlt, érzelmi, akár szegénység, akár bármi, hogy jó művész. A színésznek kell-e például komoly szenvedéseken... Nem, köszönöm, hogy megtisztelsz. Anita, a kedvenc színésznőm vagy. A kedvenc színésznőm vagy. Én... őszinte leszek, nyilván kell egyfajta lelki állapot, de az nem biztos, hogy az élethelyzetek hozzák ki. Tehát én nem hiszek ebbe, amit a Laci is mondta, hogy jaj, meg kell halni, és akkor történnie kell valakinek, mert ettől leszek jó. Szerintem nem. Az ember halad az útján, történnek, akár tetszik, akár nem, nincs unalmas élet. Mindig történik valami, történnek fájdalmak, de ezeket nyilván egy művész a színpadon, vagy egy zenész, vagy... Át tudja építeni. Be tudja építeni. Én nem gondolom, én ezzel sem értek egyet, hogy szerintem tök mindegy, hogy a rózsadombról jössz, vagy
vagy egy nagyon szegény helyről, ha benned ambíció van és tehetséged van, az utat tör. Mert egy rózsadombi családban is lehet az, hogy egy de nincs művész olyan műfaj, van, egy költő. Tehát mit tudom én, nem lehetsz gangster rapper, ha a rózsadombon születtél, mert nem érted de meg azokat. Mert a tematikájáról, amiről írsz, és rappelsz. De ott nem az utcán vernek össze, hanem a wellness konferenciateremben, nem tudom. De hát miért ne lehetne? A tehetség, az alázat és a szorgalom az szerintem nem anyagi helyzet pontosan, függő. Pontosan, nem egy egzisztenciális. Ha tehetséged van valamihez, és alázattal és szorgalommal csinálsz valamit, akkor előbb-utóbb az utat tör magának, igen, függetlenül attól, hogy honnan de jössz. De akkor nem magyar jelensége az, hogy ezt nyilván sokan hallották már, ez a neked csak megszületni volt nehéz. Ez a szegény emberek szeretnek azzal azonosulni. Hát ez az a szegény ember meséje, igen, pontosan. De az emberek szeretnek azzal azonosulni, hogy közülünk jött, hogy igen, lám neki sikerült, és ezek jó és követendő példák, mert igen, ilyen példa kell, hogy legyen. Nyilván hamarabb azonosul az átlag ember egy ilyen jelenséggel, mint mondjuk a Krisztián jelenségével, aki egyszer csak ott volt, és akkor kezén volt egy olyan óra, amiből megvette volna egész én Budapestet. Én üzletemberként kezdtem. Amikor... Jó, de ezt nem kevesen tudják róla. Nem kell, hogy tudja. Tehát amikor bekapcsolta a tévét este prime time-ba, akkor azon szórakozni kellett. Nem gondolkodni, nem tapsolni, vagy szörnyűködni. Igen, nem tudnak az emberek tévét nézni, nincs meg a kultúra. Tehát nem megfejteni kellett volna, hogy a Berkinek miért van óra a kezén, hanem az egy akkora műsorsában, az egy szórakoztató műsor. Igen, de jobban tudnak azzal azonosulni, hogyha kiposztoltál volna egy ilyen képet, vagy érted, mint hogyha egyből egy ilyen posztoltam van. Ilyen képet is, hogy én honnan jövök Tatabányáról, 1980-ban szén, meg én jöttem fel utoljára, de az nem volt ennyire érdekes, mint mondjuk, hogy milyen szép órád van, vagy szép autód van. Valahogy ez most ezt a világot éljük. Igen, de egyébként például Krisztián, ha nem is anyagiakban, de érzelmi dolgokban te nélkülöztél. Hogy te például nem gondolkoztál ezen, hogy bármiféle művészeti vénád van-e, hogy ezt kifejezd? Most komolyan, tehát most tehát nem mindig a hajdóhoz hogy menjél, hogyha el akarod ezt... Viszonylag mélyeket tudok írni magamtól. Nem verset? Nem, történeteket, szituációkat a saját példámból fakadóan. Én azt gondolom, hogy az a legjobb módja például mondjuk a Tomi esetében, és amikor saját magáról írja, a saját helyzetéről, valósat természetesen, ugye? És én mondjuk van hogy írok mélyeket, és azt egyébként szeretik az emberek, de nagyon sokszor nem hiszik el. De azt te posztolod, vagy ezt magadnak írod egy papír magamnak naplóban? Magamnak írom, és csak egy részét posztolom természetesen. De nem hiszik el, hogy te írtad? Nem. Tényleg? Nem, aha, sokszor nem. Anita, te hányszor kaptad meg azt, hogy neked csak megszületni volt nehéz? Mi már azért tudjuk, hogy te nem mondjuk sanyarú vagy szegény körülmények között nőttél fel. Ja, sokszor. De egy ideig zavart, mert nyilván minél fiatalabban kapja ezeket az ember, annál inkább bántja az ember igazságérzetét, mert akkor még fiatalon az ember azt gondolja, hogy mindent a helyére kell rakni. Aztán leszokik erről az ember idővel, és azt gondolom, hogy aki tudja, hogy mennyi munka van az életemben, mennyit tanultam, mennyi mindent csináltam, akkor az a helyén kezeli azt, amilyen vagyok, aki pedig nem, az pedig nem. Tehát... Na, egy picit rokon téma lesz ez. Gondolom, hogy mindenki hozzászokott már ahhoz, hogy az USA-ban gyakorlatilag minden felmerülő ügyben a celebek megnyilvánulnak. Így volt ez a MeToo mozgalomnál, a Black Lives Matter mozgalomnál, és most az amerikai választások közelettével hasonló a helyzet. Ezúttal Chris Rocktól Naomi Campbellen át Mark Ruffaloig tök mesztelenül hívják fel a figyelmet arra, hogy hogyan kell érvényesen szavazni, és buzdítják a polgárokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal. Erről nézzük meg egy gyors videót. I'm naked. I'm completely butt-ass naked. I'm naked. I'm like naked. There isn't a man behind me. These are my hands. Why you want me to be naked? I know what you're thinking. You're thinking, Ruffalo, put your clothes on. Please vote. Take your clothes off and vote. Vote, vote, vote. Everyone's voice matters in this election. Please vote. America needs you. Igen, nagyon jó. Ami komoly labdákkal rendelkezett. Ki tudja, melyik nőről beszéltetek, de érdekes, hogy két brit is benne volt ez. A Naomi Campbell, ha jól tudom, brit, meg ugye a borát, az a Sasha Baron Cohen is brit. Igen. Na jó, itt az alapvető kérdés az, hogy dolguk-e a celebeknek felhívni a figyelmet olyan dolgokra, amit ők helyesnek tartanak. Hát ha helyesnek tartják, és nem pedig egy
reklámfogás, akkor igen. És ők nem állást foglaltak valamelyik igen. oldal mellett, hanem a helyes szavazásra. Igen, ez végtelen szimpatikus, hogy nem valamelyik oldalt akarják igen. tolni. Hát de azért mi nagyon tudjuk, hogy valamelyik oldal mellett tudjuk. Kampányoltak, mert azzal, de hogy elmennek sokan szavazni a borítékos szavazásra, az tudjuk, hogy melyik oldalnak segít a választásokban. Tehát ezt azért lehet tudni. Mindenki tudja? Tehát ők ott saját maguk is tudják szerintem? Mert szerintem nem. Pontosan ezért használják fel a celebeket erre. Tehát felhasználják a szerintem celebeket, nem maguktól csinálják. Nem. De természetesen maguktól csinálják, de csak azért, mert segítik azt az oldalt. Szerintem a celebek sem viselik nagyon jól, hogyha a közönség agyatlan mondjuk. És szerintem így a társadalom nevelésében ez egy tök fontos dolog, hogy kiállnak azért, hogy élj a jogoddal, hogy szavazz. Ez egy tök nagy vívmány, minél többen éljenek vele. Mindegy, hogy mit gondolsz, és ebben ez a jó, mindegy, hogy mit gondolsz. Én nem azért csinálom ezt a filmet, hogy te demokrata legyél, vagy republikán, gondolja, amit igen, akarsz, ugye, ez a jó. Csak ugye a Bocsi mondta, hogy ez most valamelyik oldalnak nagyon fontos. Ez most kedvezőbb egy oldalnak, így van. Ha igen, sokan de, mennek de nem hangzik el, és azt gondolom, hogy itt ez a lényeg első. Akkor viszont, Bocsi, nekünk kell ezen valami áthallást hallanunk egyáltalán, vagy nem kell? Nem. Vagy mondjuk azt, amit a Lovász Laci mondja, igen, tök jól, hogy igenis, hogyha állampolgári felelősségünk az, hogy szavazzunk, és megtegyük, akkor menjünk el szavazni minden esetben. Ennyi a dolgom. Az üzenet az ez, és nem több. Itt a kérdés az, hogy dolguk-e a celebeknek, akkor másképp kérdezem, ti álltatok-e már valaha valami mellé, amit ti fontosnak tartottatok? Gyermekéheztetés, állatvédelem, igen. környezetvédelem. Gyermekéheztetés. Gábor. Igen. Jó, akkor ezek szerint emellett nem. Nem volt. Megkértek, de nem. Igen. Tehát gyermekéhezés, korrigálni, Anita, és köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet. Szóval, igen? UNICEF, meg most van ez az internetes abúzus elleni kampány, ott is nagyon sok celeb beszáll a kampányba. Tehát azt gondolom, hogy van nagyon sok olyan kampány, amit a social media felületeken látunk, mi, te nem, de mert te nem vagy fel. De, azért minden utolér engem is. Anita, nem tudom kikerülni az, hogy Anita mi mellé állt. Igen. Te álltál sok minden mellé. Én igen. Én nekem de ez ilyen mániád? Nem mániám, de amivel egyetértek, azzal úgy gondolom, hogy igen, fel kell szólalni. Van, amivel nem értettem egyet, és nem. És amellett nem, így van. De hogy te ott legyen a kis fészed. Nem, ez az én véleményem, és úgy gondolom, hogy mivel van egy bizonyos követőszámom, ez hozzátartozik segíti az, hogy... Ügyet. Igen. Segíti igen. az ügyet. Laci, te? Nekem még nem volt ilyen felkérés, vagy talán volt már valami felkérés, csak így... Nem pont az volt, ami nagyon eltalált volna. Tehát én szeretnék olyan dolog mellé állni, hogy ne egy 12. legyek valami mellett, mert ha látom, már 11-en ott állnak, akik én azt gondolom, hogy ők egyébként így de nagy hangjuk van. Miért várjuk, hogy felkeressenek? Miért nem állsz magadtól valami mellé? Nagyon sokszor mondja ki a véleményét az oldalon. Én egy csomó, tehát én sokszor elmondom azt, hogy mit gondolok a nőkkel szembeni viselkedéssel kapcsolatban, sokszor elmondom azt, hogy nekünk lombik gyerekeink vannak, és amikor még nem volt ennyire kedvező helyzetben Magyarország, mint ahogy most talán elindul valami a lombik kérdésben, akkor én amikor tudtam rádióban, tévében, beszéltem arról, hogy ez létező dolog, és képzeld el, megkaptam azt, hogy műgyerekeim vannak, meg de hogy az én képtelenségemmel kérkedem meg a médiában. Problémáról pontosan azért, hogy mások számára is elérhető legyen az, ami mondjuk számotokra elérhető lett, nem? Így van. Hát nagyon sok mindentől függ nyilván, de például ez egy olyan ügy. Tudjátok, mi az érdekes ezzel kapcsolatban? Hogy amíg pár éve meg még a közönség imádta ezeket a videókat, most úgy tűnik, hogy valami megváltozott, ennek a videónak is 8-szor több volt a dislike-ja, mint a like-ja ennek a videónak. Egyet idézetet, egy ilyen kommentet még megosztanék veletek, azt, hogy lehet, hogy megosztott ország vagyunk, de egy valamiben egyetértünk, rüheljük a celebeket. Tehát, hogy ez a dolog, ez most átfordult, ez menő dolog volt 10 évvel ezelőtt, most szerintetek mi változott? Az, hogy túl sok volt? Too much? Amerikáról beszélünk. De most már hát azért, ha megnézed, most már Magyarországon is elkezdődött, főleg így ugye a pandémia idején egy ilyen írdatlan celebellenesség, és nagyon sok, tehát most 100-szor több a negatív megjegyzés, komment mindenkinek. De a túltolás miatt? Mert mindenki állást foglal? Valami mellé állsz, akkor attól nem leszel ellenszenves. Hát nem leszel, de sokszor van az, hogy például a legegyszerűbb dolog, ugye nagyon sokan kijöttek azzal, és elmondták hírességek Magyarországon, hogy ők elkapták a koronavírust. Megszámlálhatatlan kommentek érkeztek, hogy biztos a kormány bérelte őket, biztos pénzt kaptak. Tehát, hogy ebben is már
Nem az, hogy ebbe azt mondják, hogy figyelj ember, én mindent betartottam, igen, nekem nincs tünetem, ezért nagyon veszélyes ez, a másik az kórházba került, mert így, tehát hogy tényleg vigyázzunk egymásra, vedd föl azt a maszkot, mossad meg rendesen x évesen a kezedet. Ez, nem a celebek miatt, ez a járványtagadók miatt van, tehát ők ebben, ha valaki de azt nagyon, mondja de egy celeb, akkor is, tehát, hogy, azt hogy védekez, akkor azt fogja mondani, hogy na biztos a kormány bérelt föl. De nézd meg ennyire, tehát ott van egy ember, látni, hogy szarul van, elmondja a videóba, hogy igen, koronavírusos vagyok, én se hittem, hogy megtörténik, és a nem tudom, 200 kommentből 150 biztos olyan, hogy na, eladtad magad, pénzt kap, tehát eleve már az, haragszanak rám, mert valószínűleg azt gondolják, hogy jobban él. De ez a harag általános most. Miért foglalkozunk azzal, hogy hány szenny van alattam? Miért nem foglalkozunk azzal, hogy nagyon jó, ez a celeb elmondta, és reméljük elér azokhoz az emberek, akik ezt pozitívan nyilván fogadják. Hogy így van, de... csak ezt mondom, hogy ahogy itt is van egy celeb ellenesség. Pont leszarom, hogy mi van alatta. Pont telibe. A kommentek? Nem, igen, a mi kommentek többségét, de aki mi pozitív, gondolom, az igen. Szóval azt gondolom, hogy pont az a baj, hogy beszélünk, hogy legyél pozitív, mert akármi, közben pedig a negatív kommenteket nézzük, és bámuljuk ebben a műsorban is. Fordítsuk meg a dolgot. Ti rajongtok valakiért? Pár magam ki lehet a világban. Krisztián, nagyon jó, magadon kívül. Van-e olyan, akinek követed a pályafutását, szereted a gondolatait, figyeled is, hogy esetleg interjúban vagy nyilatkozatokban mit mond. Van-e ilyen személy bárhol a Földön? Egy személy nincs, több személy van, és mindig változik. Hát akkor válasz ki egyet a többből. Amikor sportoló voltam, sportolókat néztem, amikor közszereplő lettem, akkor a Kim Kardashian show-t néztem, hogy hogyan lehetne még nagyobb... Tényleg? Ezt most komolyan mondod, Kim Kardashian a példaképet? Kánya... Te másoltad valamennyire, amit ő csinál, hogy azt mondta a valóság showban? Nem másoltam, kivettem a jót. Igen. A jókat? Kivettem a jókat. Jó, de ez egy ilyen szakmai, tehát ez a influencer. Nekem csak ilyen van. Jó, de ha valaki azt mondja nekem, akit én az előbb még dicsértem, hogy Kim Kardashian a példaképe, nem akkor... Nem ezt mondtam, hogy Kim Kardashian, amikor dolgozol egy showban, abban a legjobb szeretnél lenni. Akkor mondd egy sportolót inkább, mert rosszul vagyok. Buffon volt, például Gianluigi Buffon. A Buffon, kitűnő, a Buffon. Nekem azért is volt kedvencem, mert hasonlóan magas volt, mint én. Viszont ő sokkal többre vitte. A lényeg az, hogy találkozhattam vele személyesen, és tudtam vele pár mondatot váltani. Amikor a Magyarországon játszott a magyar-olasz válogatott, akkor a Ferencváros pályán edzettek, és azt sikerült nekem biztosítanom, hogy ott edzenek, és tudjak vele találkozni. Nagyon jók azok a személyes jelenlétek, amikor találkozol egy világbajnokkal, és húsvérember, és most lehet, hogy ez közhely, de hogy minél magasabban vannak bizonyos emberek, de 10-15 éve ott vannak, vagy 20 éve, annál szerényebbek, annál kedvesebb, annál emberibbek. Jó. Van még remény, nem? Van. De az érdekel, most legyen az Buffon vagy bármi, és ti is mondhatok nyugodtan bárkit, hogy befolyásol-e az, akit te szeretsz, vagy rajongsz valakiért, befolyásol-e téged az, hogy ő mit mond, mit gondol a világról? 40 plusz évesen befolyásol-e az, hogy... Igen. Hát miért befolyásol az embernek? Vannak önálló gondolatai. Nekem a Bono egyébként szimpatikus Bono. Nagyon sokszor, mert ő tényleg olyan ügyekért szokott felszólalni, ami nekem is szimpatikus és közel áll a szívemhez, de ettől függetlenül azt gondolom, hogyha megtalálna egy olyan ügyet, amivel én nem értenék egyet, akkor nem befolyásolna azt. Ott fordítva van, nem? Tehát, hogy mivel olyan ügyek mellé áll, ami neked szimpatikus, akkor végül is lehetne rossz énekes is, hát de az ügyek miatt meg... Úgy kezdődött, hogy szeretem a YouTube-t. Ja. Igen, hát nyilván ez mindig figyelni, hogy mi mellé így kezdődik. Hát ő meg ahogy a Buffon kapdósta el a labdákat, azt szeretem. Szerintem egyébként a mi felelősségünk az, közszereplőként, hogy olyan mellé álljunk, amivel a teljes háttértartalmat megtudtuk. Tehát tudás, tehát megvan hozzá a tudásunk, hogy amihez odaálltunk, az nem csak egy reklámszöveg volt, persze. Nem csak egy poszt, hanem hát valójában... Jó, csak nagyon sokan nem így csinálják. Hát, igen, így vagyok, ha bármit reklámozni kell, én nem fogok reklámozni semmit, amit, tehát hogy most ha hát valami kutyát... Nem reklámozol, ma se, azt tudjuk. Nem. De nem, erre bocs, me too. Nincs mit tartson, úgyhogy nem kell. Szóval, hogy ha kutyáknak kell valamit reklámozni, akkor is én először kipróbálom. És két hónapig ette izé. Leszedi a fogkövet a izé, ez a kis komolyan? Két hónapig ette izé, és akkor kezdtem el reklámozni. Megkóstolom mindig. Nem adok a Buffon egyébként korpásodásán is sampont reklámoz. Hát nem kell. Azt a Krisztiánnak nincs rá szükség. Az neked nem. De ez a hitelesség, ez nagyon amit mondtatok, mert attól, hogy még jól énekel, nem biztos, hogy ért az üvegházhatáshoz, vagy bármit is prédikál. Tehát ez egy fontos dolog. Te mindenki, ami mellé állt, mögött
mögé nézett, hogy egyáltalán... Hát jó, de most hát ezt csak úgy lehet csinálni. Jó, oké, hát én kérdezem, nem azért, tudom. Azért szerintem biztos, fontos. Hogy... Bocsánat. Fontos, hogy meggyőződjél arról, hogy, hogy abban ne legyél támadható, mert hitelességem szerintem mindenkinek egy van. És ha valami mellé állsz, akkor tudnod kell adott esetben megvédeni is azt az ügyet. Néha nem látom az értelmet. Mindenki tudja, hogy én nagy Sting rajongó vagyok, és még emlékszem a 80-as években nem volt olyan televíziós csatorna, ahol ne láttad volna azt a klippet, hogy Sting akkor még hosszú olyan kiállt, és azt mondta, hogy a brazil őserdők, esőerdők azok éppen pusztulásban vannak, és hogy hát és mondom, hogy fú, ezzel nagyon egyetértek. Hú, Sting az én barátom. Hú, és ott ültem itt, és mondom, és most mit csináljak? Tehát most nekem, de mit csináljak? Sting, köszönöm. Miért nem mentél utána, hogy mit csinálhatnál? Tehát te ott a kis, nem tudom akkor éppen hol éltél, a kis legény lakásodban, igen? Miért nem mentél utána, hogy te mit tudsz onnan tenni? Hova menjek el 80-as években mondjuk Budapesten utána, hogy én a brazil esőerdőjét mit tudok tenni? Volt egy rádióműsorod, és mondjuk elkezdheted az emberek edukálni. Én mondanám, de hogy ne vágják ki fát Brazíliában, ezt üzenjem 80-as években. Ha sétálsz az erdő. Igen. Eszedbe jut ez a minden klip. Napot van Sting, ha az erdőben vagyok. Ez a lényeg. Mert tehát, hogy nem vágok ki fát, amúgy se vágtam. Igen, az az első lépés. Az, hogy viszont nem mentél bele jobban, hogy hogyan lehetne a környezetet mondjuk védeni, az jó, mondjuk de lehet, ez, te is tudod, most ne csináld már, hogy nem nyomtatod ki az e-mailedet, fölöslegesen nem használsz papírt. Ma már tudom, dolog. Akkor ezt nem mondta Sting. Na, látod, ez az egyébként igen. Mindjárt nem mondott Sting. Mindjárt a következő dal, de hadd beszéljek egy kicsit a nyomtatásról. Jó. Itt nagyjából mindannyian kedvelitek egymást, ugye? Igen. Nagyjából. De te is benne vagy? Nem, engem ne vegyél számításba, légy szíves, jó? Tegyük fel, mondjuk a Lovász Laci most azt mondaná, hogy a globális felmelegedés egy műhiszti. Akkor te másképp... De mond, pont ilyet ő nem mondaná szerintem. De most tegyük fel. Akkor másként gondolnál rá? Tehát az eddigi munkás... De nem, a globális felmelegedésre vagy a lovászra? A lovászra. Hát vagy elhiszed, és mert annyira szereted a lovász, hogy még ezt is de elhiszed. De eddig hogy gondolt rám? Én például megkérdezném tőle, hogy ezt mire alapozza. Honnan vannak az ismeretei? Hogy mire? Hát figyelj, ugyanúgy milyen hideg telek vannak, nem? Tehát hagyjunk már ezekkel a globális felmelegedés dolgokkal. Ugyanúgy jön a hó, meg a fagy, majdnem. Tehát nem, Trump beszélünk. Is ezt mondta végül. Ja, egyébként ez abszolút a Trump érvelés. Jó, mondjuk az Anita azt mondaná, hogy az afrikai éhezők oldják meg maguk a problémájukat. Akkor másképp gondolnál-e Anitát? Róla. Csalódnék benne. Te csalódnál. Ha ő ezt nyilatkozná... Egyetértek az adott kinyilatkoztatással, vagy sem? Én most ezzel nem lehet egyetérteni. Én azt gondolnám... Nem, egyébként én ebben meg nem mondjanak annyi hajat a külföldieknek, menjenek aratni. Na, látod, de vigyek! Azért mi ismerjük egymást, jó, Krisztián, nem, de az Anitát ismerem. 20 akárhány éve, a Laci 15 éve, tehát azért volt számtalanszor, hogy mi nem értettünk egyet. Jó, de ezek nagyon-nagyon falsúlyos kérdések, de amiket... De ilyen falsúlyos kérdésben, pláne ami ennyire nem önazonos az Anitával, azt hinném, hogy meghűlt. Tehát próbálnál, milyen mentőt hívnál? Vagy... Hát kb. Nem, de nem foglalkozol attól vele. Tehát elkönyved magad, hogy jó, az Anita buta. Kész, és mész tehát tovább. Buta. Én azt gondolom, amikor valaki ilyen hülyeséget beszél, de nem fordulnál el tőle, ugyanúgy kedvelnéd, keresnéd a társaságát, mint eddig. De neki van egy ilyen radikális... De ha találkoznál vele, megkérdeznéd tőle, hogy ezt miért mondta? Tehát a következő találkozónál... Az afrikai éhezők a saját problémáját. Megkérdezem, hogy ezt mire alapozod. Szerintem, hogyha látsz valami hülyeséget egy ismerősödtől, nem értesz fel egyet, akkor viszont kérdezd meg tőle. Nekem az jutott erről eszembe, hogy amikor a celeb mond valamit, amivel te nem értesz egyet, akkor az olyan, mint hogy ilyen görkorcsolyában próbálnál odébb tolni egy zongorát. Tehát, hogy igazából... Szép ez a kép, de nem tudom összehozni a kettőt. Hogy a telábat fog kiszaladni, tehát, igen, hogy ez igazából biztos, celebként ez biztos semmi. De nem tehát... kell, hogy mindenben egyet értsünk, tehát, hogy nekem például volt nyilvános vitám egy másik ismert műsorvezetőnővel, nem? Mert én nem értettem azzal egyet, amit ő mondott. De mi volt, az már nem emlékszem rá. És aztán mi ezt négy szem közt megbeszéltük egymással. Ő kinyilatkoztatott a többiekről, hogy szerinte le kéne szedni a gyerekképeket, hogy mindenki a gyerekével reklámoztat dolgokat, ez gyerekmunka, tötörötörö. Én ezzel nem értek egyet, mert szerintem mindenkinek van egy határa, bízzuk már azt a felnőtt emberekre, hogy mennyit enged a saját gyerekével,
gyerekéből milyen alapon szólok én bele egy másik ember nevelésében. Úristen, én akkor kutyáimat dolgoztatom. Hát, de most érted? Tehát miben különbözik egy híresség, aki naponta... Nem mondok, mert ezt el akarom mondani. Az ilyet mind fel kéne pofozni! Nem kell! Amúgy is jövünk vissza, hogy egy szünetet kell tartanunk, mert még beszélnünk kell egy fontos témáról. A finn miniszterelnök asszony, 34 éves, úgy hívják, hogy Sanna Marin brutál jól néz ki. Igen. Tényleg... És most szerintem egy nagyon elegáns módon mutatkozott be, egy blézer volt csak rajta, véletlenül nem volt rajta melltartó, és teljesen kiverte a biztosítékot, ez Finnországban. Erről fogunk beszélni, mert hogy vajon miért... Mert te sem egy finn tévében, Anitám, mert aztán írnak a nézők. Nem, mert hát más igen hordhatja, de ebben a státuszban, ezzel a foglalkozással bírva ő nem... engedheti meg magának, hogy izé, na jó, így van, pont, nem most, a reklám után, jövünk vissza egy pár perc múlva. Folytatjuk a hashtag bocskort egy olyan témával, aminek már ugye elkezdtük a felvezetőjét, amikor azt mondtam, hogy a finn miniszterelnök asszony, 34 éves, Anita egyből azt mondta, hogy hát az micsoda jó nő, ugye? Igen. De és tényleg egy baromi jó nő. Nagyon jó az a kép, és Sanna Marin, így hívják. Tavaly lett egyébként Finnország miniszterelnöke, és nemrég adott egy interjút a Trendy című magazinnak, és akkor készítettek nyilvánvalóan fotót is róla, néhány fotót, és akkor az egyiken egy ilyen igen mutatós nyakéket mutatott, meg sötét színű blézert viselt, és hát vélhetően ebből a fotóból legalábbis az látszik, hogy semmi nem volt a blézer alatt, még melltartó sem. Na, itt van a drága kis Sanna, ha szólíthatom így. Nyilván megengedi. A blézerében is hát ez nagyon nagy port kavart Finnországban. Sokak szerint ugyanis nem méltó egy ország vezetőjéhez a kép, hozzá nem értést és komolytalanságot tükröz, aztán mások meg azt mondják, hogy semmi baj nincs azzal, hogyha egy fiatal és szép nő így jelenik meg, legyen bármi is a foglalkozása. Elegáns, finom, tehát nem semmiképpen sem közönséges, azon lehet vitatkozni, hogy egy miniszterelnöknek ezt illik, vagy nem illik. De nőnek. De akkor nem tudom protokollilag, hogy van, hogy lehet, vagy nem lehet, hiszen ha most ő nem dolgozik, és... Nem gondolom, hogy bármilyen protokoll kódexbe szerepelne, igen, az, hogy melltartó nélkül fölvehet ez a kód. Én megmutatom nektek, eddig is voltak nők a politikában, sajnos nagyon kevesen. És vezető. Megmutatom, hogy eddig milyen nőket kaptunk a világtól. Jó, igen. Politikában. Nézzétek meg. Igen, hát... Így van, eddig ők voltak a nők, tudhatjuk, akik megmondták... Nem tudhatjuk, hogy ott a Bajkos elszabadult. Tehát ki mondja meg, hogy volt-e Hillary melltartó. Szem. De se viszont senkit nem érdekelt. Ez is, igen, gyakorlatilag itt a legjobb nő jelenleg a Margaret Thatcher. Tehát nem? Tehát nézd meg Madeleine Albrightot, tehát itt senkinek semmi nem jut eszébe, hogy itt valami illetlen volna, ugye? Hát mert nem úgy van a költözött. Hát nem feltétlenül. Ez nem más kor. Más korosztály. Hát más kor, igen, így mondom. Az a baj, hogy mondjuk a finnre ránézek, mint nőre is, ők rájuk meg csak, mint vezetőre nézek rá. Oké. Akkor viszont lehet, hogy mégis igazuk van, mert te nőként nézel a finn miniszterelnök asszonyra, igen, külön, igen. És nem veszed komolyan, de és komolyan nem tudod elképzelni, hogy el tudja indítani a nukleáris rakétát a tanyádra. De. Simán. Csak... Csak elindítja róla vissza. Bárki felhiszte ki a Krisztián. Szerintem pedig az a fontos, hogy nem kell ahhoz csúnyának lenned, meg nem kell ahhoz kinézned, hogy mondjuk miniszterelnök lehessél nőként, hanem lehetsz nő, lehetsz csinos. Igen, csak lehet csinos úgy is, hogy ennél egy picit decensebb, biztos, szerintem. Biztos, hogy az ő parlamentjükbe biztos, hogy bemegy normálisan. Nekem ez a trendmagazinos fotózás, ez abszolút tetszik. Én is így vagyok vele. Igen, tehát ez egy magazinba készült, igen, akkor most, tehát hogy nem a... Igen, de mégis képvisel valamit. Van egy státusza, valamit képvisel. Szerintem a nőket képviseli. Te láttál már miniszterelnököt közelről. Nem vett föl melltartót sose. Soha? Péter, soha? Soha nem vett föl melltartót, képzeld. De nem, hogy ez hogy van? Hogy van elvárás egyébként a megjelenéssel kapcsolatban? Azt gondolom, vagy minden státuszhoz, minden státuszhoz kapcsolódik egy társadalmi elvárás. Tehát, társadalmi elvárás, vagy ezt más várja? Tehát megjelenik minden reggel stylist nálatok, vagy megjelent régen? Nem, neki, ő szerintem az egyetlen, akinek nem kellett soha stylist, mert ő mindig olyan, mintha skatujából húznák ki. Ez mondjuk tényleg így van. De... Schiffer Miklós azt mondta, hogy nem tud hozzányúlni az outfithez sosem. Hát még egy zsebkendőt betűnni.
maximum egy ember. Mint a shifter szokott stílus tanácsadóként csinálni. Azt gondolom, hogy ugyanezt egy picit decensebben de meg lehetne csinálni, úgyhogy elegáns legyen, finom, és a státuszhoz illő. Tehát egy picit kilóg szerintem a státuszból. Szerintem egy miniszterelnöknek egyébként az a dolga, hogyha öltözködésről van szó, de ugye ez egy külön fotózás volt, tehát ez nem a hétköznapok, az a dolga, hogy a lakosság minél nagyobb százalékának elfogadható legyen. Senkiben ne keltse azt az érzést. Bármit is jelentsen ez. De nem, öltözködésben. Tehát de mondjuk ne Gucciba járjon Tokát, ne zaklasson. Viszont elegáns legyen. Igen, ne zaklasson bárkit azzal, de aki lehet. Ez miért zaklatja a finneket, akik amúgy sem jelentsen. Nyilván van egy korosztály, aki azt mondja, hogy egy politikus asszonynak nem így kéne kinéznie. De a fiatalok nyilván azt mondják, hogy mennyire menő, trendi, hogy igen, hogy nem ez a szomorú arcú, nyakékbe gombolt, nem tudom én mit. Ennél jobban egy miniszternőt picit erotikusan bemutatni nem lehetett volna ennél jobban. Tehát azt mondod, van benne némi erotika? Az van benne, hogy nő, hogy végre azt látom, hogy van egy női vezető, aki, mint mondtam, nem csúnya, nem szarul néz ki, nem kövér, és nem olyan a feje, mint hogyha meg akarna ölni mindenkit, igen, hanem mosolyog, igen, és boldog. Igen. Tehát azon túl, hogy vezető is, de női, tehát hogy nő is. Igen. Abból a szempontból ez egy fontos üzenet, hogy azért nagyon, nagyon férfias a politikai abszolút világ, és szerintem egyébként sokkal több női energiára lenne szükség abszolút a politikában. Egyben. Sokkal többen. És ennek ő egy nagyon dekoratív képviselője ennek a nevezzük mozgalomnak. Nagyon dekoratív képviselő, lényegesen dekoratívan, mint Angela Merkel. Hogy nálunk ki lehetne. Vannak azért jó nők a parlamentben. Igen, most már egyre többen vannak. Krisztián, ha te főpolgármester lettél volna, akkor visszavettél volna ezekből a feszes ingekből, meg a feltűrt slim gatyád a edzőcipővel, az öltönnyel? Komolyan kérdezem, visszavettél volna? Munkaidőben igen. Munkaidőben? Igen. Munkai elfoglaltság és munkaidőben igen. Miért? Hát mert ott, ahogy az Anita is mondta, van egy elvárás. Mi az elvárás? Bárkinek tudja fogalmazni? Nem érdekelnek az elvárások. Az elvárások nem, viszont azt gondolom én is, hogy mint ahogy beülünk ide ebbe a műsorba is, valamilyen formában, nem rövidgatjában, meg nem tudom, térdig elő zokniba. Van, aki abban jön egyébként. Van, aki abban jön? Aha. Igazán most már tényleg bármiben ülünk, nem tudom. Tehát az biztos, hogy öltöny, tehát a jelmez rajtam lett volna, a diplomata kék öltöny, a fehér ingel, valószínűleg sportcipőt hordtam volna, bármennyire is zavart volna mindenkit, és lehet, hogy nem kötöttem volna nyakkendőt. Csak valami de lehet, hogy az embereknek ez is szimpatikus, ha mondjuk ilyen politikai pályára mész. Nem, hanem hogy te így öltözködsz, és egy ilyen megújító vagy egy forradalmár. Hát azért emlékezzünk azokra a képekre, amikor legelőször láttuk a rendszerváltás után, hogy a fülbevalóval, a Dajcs Tamás, a miniszterelnök úr is. Igen, mennyire könnyebb lenne végignézni, hogy mi történik Budapesten, ha legalább a főpolgármester jól öltözött lenne. Legalább az lenne, igen. Tehát, hogy ültem gyerekként, és azt mondom, hogy úristen, de menők, hogy így bemennek egy farmer jacketbe, és volt a 80-as években az európai gyerekek. Különböző, mit tudom, Németország parlament, amikor megjelentek a zöldek, azok, mint hogyha Woodstockból rángattad volna pulóver, hosszú haj, stb., hogy volt annak valami, és most pont csodálkozom rajtad, Krisztián, hogy te azt mondtad, hogy te megfelelnél az elvárásoknak. Nem felelnék meg, csak visszavennék, ezt mondtam inkább. De tényleg politikus leszel? Aha. Nem állt. De. De mi? Majd meglátod. Na de mi az? Fogsz de mire tudni rám szavazni. Pártot alapítottam, jelenleg bejegyzés alatt rám. De mi ez a 150 milliós támogatásért? Vagy? Nem, kicsivel több. És hát 106 körzetbe szeretnék felállítani egy komoly pártot. Mind a 106-ba te indulsz? Nem, sajnos nem. Nem tudnak klónozni. Te politikus leszel? Szerintem már vagyok egy kicsi. De mi a cél egyébként? Mi az állam? Bejutni a parlamentbe. Igen? Uh-huh. 5% olyan 270 és ezer szavaz. És ez konzervatív? Vagy nincs kicsit jobb vagy baloldal, őszintesség van. Az őszintesség párt. Ti szavaznátok-e mondjuk egy olyan politikusra, aki úgy öltözik, mint Johnny Depp? Persze. De melyik hát ha nem teljesen ebben az országban. Ja. Jó, Tim Burton már elég sok mindent rá. Nem, mondjuk egyetértesz az ő, nem tudom, programjával, egyetértesz, de úgy néz ki, mint Johnny Depp. Nem, zavar. Én imádom, hogy a Laci öltözködik, és ő politikus lenne, ami nyilván nem lesz sosem. Nem, annyi hasznos munka van. Igen, és simán szavaznék rá, tehát hogy attól, hogy ő így öltözik. Szerintem az a baj, hogy ugye a politikusok, akik politikusok lesznek, és politológiát tanulnak, őket ugye a rendszer bedarálja. Mit csinálnak? Ha, ha, ha.
benne talán négyzet emberek, akik életükben nem dolgoztak, viszont a jó fizetésért melegítik a valagukat a parlamentben. Jaj, a Latin már ott a baloldali ismerem. Miatt felháborodsz, hogy szerintem ez már a rendszer bedarálja őket, és már egy már politikusnak öltöznek, és úgy jönnek ki. Hát az egyetemről kijöttek, és már beültek a parlamentbe. Csak azt akartam mondani, hogyha mondjuk egy színész lesz mondjuk miniszterelnök, na, és korábban színész volt, mondjuk a Johnny Depp, akkor ne változtassa meg az öltözékét. De ő jót tette, mert csapnivaló színész volt. Ó, olyan bájos és volt. És egy remek elnök. Láttál róla. Nem, tényleg bájos volt, Mr. Gorbachev. Tear down this wall. Én, gyerekek. Abszolút, imádtam régen. Na jó, nem ez a lényeg. Az amerikaiak. Hát úgy tűnik, hogy elválasztották. Milyen Schwarzenegger is volt kormányzó. Igen, mert ez mondja, szója már nem lehetett volna, mert az volt a legmagasabb. Mert nem ott született. Igen, mindenki mindenhol volt. Szóval itt ugye az a kérdés visszatérve a hölgyre, hogy baj-e az, hogyha egy politikus nő meg akarja élni a nőiességet. És akkor itt jutottunk el, az előbb valaki mondta már, hogy ez most a nőiesség megélése, vagy ez már szexizés? Illetve, hogy hol a határ? Alapvetően ez egy ilyen fura dolog, hogy minden szakmával szemben, függetlenül az, hogy politikus, vagy orvos, vagy tanár, van valami fajta elvárás, hogy annak hogy kell kinézni. És olyan, mintha akkor nem végezhetnéd jól a munkádat, tehát te nem úgy öltözöl. Ami alapvetően egy hülyeség. Tehát én rossz kutya kiképző vagyok, mert nem vagyok koszos, meg büdös. Tehát, hogy, de ugyanezt mondjuk elmegyek az ABC-be, és van elvárás, hogy ne legyen mondjuk koszos a körme. De attól még ő lehet, hogy nagyon jó eladó, csak éppen nem mosod kezet. De várj, csak azt mondod, hogy ne legyen elvárásunk. Van elvárás, mindenkivel szemben. Jó, gyerekek, itt most tényleg a koszos körmök világában. Ez nagyon sok mást üzen. Egyrészt egy szép nő, akiről nem gondolják az emberek, mert már van egy előítélet, hogy egy szép nő is lehet okos, lehet tanult, lehetnek önálló gondolatai. Jól is tudok kinézni, a politikában is ott vagyok, tehát ez rengeteg üzenetet hordoz szerintem ez a kép. És ez így jó, ahogy van. Nőiesség vagy szexizős? Szerinted? Ez nagyon... Nekem határ nem szexi, nekem nőies. Nem szexizős, hanem nőies. Nekem ő nőies. Nőiességét. Abszolút, szerintem ez nagyon nőies, az egy másik dolog egyébként, hogy úgy nőies, hogy kicsit szexi is. Uh-huh. És ez tök jó. De finoman, jelzés szinten. Hát ami mutat egyfajta, igen tehát hogy tudom, hol a határ, arányérzék. Az a kérdés, hogy ugye a választópolgárok egy része az mondjuk 50 pluszos, hogy az 50 pluszos nők mennyire fogják ezt szeretni. Tehát, hogy azt akarod mondani, hogy az 50 pluszosok azok, akik nél ez... Nem biztos, hogy 50 pluszos nőként nekem szimpatikus lenne. De... Mert irigy vagy. Mert irigy vagy. Igen, rossz indulatú, ha bárkiről, tehát hogy igen. 50 pluszos finnek, szerintem azok kint rohangálnak részegen a hóban a szauna előtt körbe. Jó, a ruhával ugye azt is szokták mondani, hogy üzenünk. Te mit üzensz például most ezzel, ami rajtad van, Krisztián? Hanyag, szabad. Hogy hanyag vagyok, szabad vagyok? Hanyag, szabad elegancia. Ez te vagy, tehát egy ez hanyag vagyok, szabad vagyok, elegáns nem vagyok hanyag, azt játszom, hogy felületes vagyok és hanyag vagyok, nem vagyok az. Azt játszom. Tehát most mit üzensz, akkor nem értem. Semmi, fancy vagyok, nagyon fancy vagyok, divatos vagyok, jól nézek ki, mit akartok elől-hátul? És nincs igen. Még egy ilyen. Ez abszolút, ebből látszik, hogy mennyire szubjektív a divat. Jó. Nagy kontrasztban áll Laci hozzád. Laci, te mit üzensz most ezzel? Én nem kontrasztban, hogy te visszafogottabb vagyok. Igen. De álltam a pizsamanadrágban vagy, meg mindent, tehát... Hogy nem szóval most... Szóval de hát mi... Na mondjad, amit a tessék. Tényleg olyan, mint a melegítőn adrágban. Bocsáss meg, én is reggeleztem bele két éven át. Soha nem volt pizsama nadrág. Akkor ezt most szedte fel ezt a divatot. De mindegy, Laci, most mit üzensz? Úgy, én azt üzenem, hogy én abban vagyok, amiben akarok lenni, és nem érdekel, hogy ki mit gondol. Én ebben kényelmesen vagyok. És a passzentos az jó, az teljesen szuper. Hát akkor meg, mit mondjam, nem üzenek semmit. Jó, én jól akarom érezni, nem érdekel, hogy ki mit gondol róla. És a feketével üzen szerinted valamit? Szerintem azzal üzen. Minden a feketében van. Egyszer szerdánként jelenik meg egy mustársága pólóban, de amúgy mindig de a feketében. Csak azért téged idegesítsenek. Szerdánként! Reggel így a fiókba keresem. Szerdán színes nap. Fekete a mustársága. Nem, tényleg az, hogy a fiókot így kinyitom, nézem, hogy fekete, nem most a bocsinak. Gyönyörű volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Krisztián, megyek hozzád a Jackie-ért. Itt volt velünk Ábel Anita. Tapsolják! Tornóczki Anita! Többen is itt voltak.
Berki Krisztián! És Lovász Laci! Na, remek volt, imádtam. Krisztián, itt volt olyan vendég, aki nem akart volna eljönni, amikor hallotta a neved. Nem mondjuk el, hogy ki az. De nyugodtan mondanom. Nem mondom el. Nem mondom el. Ez sokszor előfordul? Amikor műsorvezető lettem, de nem tekintettem magam a műsorvezetőnek, akkor nagyon sok olyan vendég volt, aki a szerkesztő mondta, hogy nem akar bejönni, mert te vezeted a műsort. Hmm. Aztán egyszer beültek hozzám, és onnantól kezdve viszont csak hozzám jöttek, úgyhogy én azt gondolom, a személyes jelenlétem a sokkal erősebb, mint a hírem. Varázsa van. Mint a hírem. Nálam fordítva szokott lenni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Egy hét múlva találkozunk újra a Hashtag Bocskorban. Jó éjszakát, viszontlátásra mindenkinek. Sziasztok!